Magyarország első számú drift pályája várja a mostani hétvégén az éget gumi A magyar bajnokság második fordulójára kerül sor Mária Pócson. Itt van velünk a Hell Racing Team két új pilótája, akik most annak ellenére is bizakodnak, hogy az első versenyük el hát egy picit a sikeredet. György Szilveszter helyezést ért el, Gócinger Zsolt pedig verseny alapján a sorozatos műszaki hibák miatt egy picit elcsúszott. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt! Siassza. Nos, hát az minden esetre azért nagy dolog, és kezdjük talán innen, hogy az státuszban, ugye, hogy az egész Esemény sorozat fő támogatójának neve alatt fut azért azt gondolom, hogy az, az mindenképpen jelez valamit. Ugye? Tehát az valamifajta elvárást jelöl nyilván a csapat és nyilván gondolom személyesen számotokra is. Jól érzem én ezt? Abszolút igen. Uh -huh. Örülünk ennek a felkérésnek, próbálunk eleget is tenni. É, az első verseny valóban egy picit kacifántosra sikerült, sokat készültünk, részben meglett az eredmény, részben pedig nem. Uh -huh. Ez egyelőre átmeneti, de gondolom ez fog még ugye? Tehát ez így az első forduló után azért, azért ez mindenképpen csak csak egy jelentésre elég. Igen, abszolút, igen. Aha. Egyébként? Egyébként. Zsolt, magad is hasonlóan véleket? Hát igen, sajnos nagyon rengeteg szerelés volt az első versenyen, nem így terveztük, próbáltunk készülni, de sajnos nem tudtuk tesztelni az autót. Uh -huh. Pont itt, mikor megtörtént a riport, innen mentünk tesztelni elsőnek, és nem jól sikerült már a teszt sem, és utána meg már ugye egy versenyen nem tudunk úgy szerelni, mint amúgy otthon a műhelyben. Uh -huh, uh -huh. Tehát uh, nem tudtam ott edzeni sem, és ezért sikerült így, ahogy... Beszéljünk egy picit arról, mert azt hiszem azért még, még kevesebben vannak azok, akik, akik értik és tudják, hogy, hogy maga a drift az milyen elvárásokat támaszt a pilóta, és nyilván a technikával szemben. Ugye az tudható, vagy legalábbis amennyire én olvastam, hogy új új autókkal készültetek erre a szezonra, de nagyon sok minden elmaradt, tehát hogy végülis pótautókkal, ugye? Tehát a autóval kellett versenyezni. Ez az én esetemben így van, uh -huh. igen, az, az autóm nem lett kész. Körülbelül még egy olyan két hét kell neki és akkor elméletileg rajta Tehát tudok akkor most hétvégén már Japuncson sem lesz? Még az nem, új autó? Sajnos nem. Uh, egy kis tartalékautót kellett eszközölnünk, ezzel mentem én a hétvégén, az első versenyen, ezzel fogok most is. Uh, azt remélem a harmadik versenyen el tudok már indulni az új autóval. Uh, utána később ez megmaradt tartalékautónak, uh -huh. és akkor a ketten tudjuk használni, ha bármi úgy adja magát. Mi, mi, a, mi a remény? Tehát abban a pillanatban, amikor majd az új autó összeáll, az, az mekkora különbségek, milyen nagyságrendi úrás jelenthet majd a, azoknak a céloknak az elérésében, amit szeretnél? Én azt gondolom, hogy hogy akár egy Európa bajnoki futamba is ott lesz a top négy autóba ez az Hi -hi. autó, hogyha elkészül és összeáll Világos. Mit lehet tudni ezekről az autókról így, így tulajdonságok alapján? Milyen elvárásoknak kell megfelelnie? Akár tényleg nyomaték, egyebek, stb. stb. ezek alapján. Körülbelül mit kell egy ilyen autónak tudnia, hogy ezeket a egyébként látvány produkciókat végezt tudjátok vinni? De igazából elsősorban meg kell felelni a gép Átvételem van egy technikai szabályzat, aminek teljes mértékben meg kell felelni, ugye hátsókerekesnek kell lenni, egyértelműen Onnantól kezdve pedig az ember van vízve, minél több lóerő legyen, ugye külső dizájn. Uh -huh. hát Ez teljesen legyen. szabad ebből a szempontból, tehát nincs. Hát nincs. azért vannak, tehát kerék nem lóghat ki Aha. a karosszériából, tehát ebbe is vannak megkötések. De teljesítményben, de, de, teljesítményben de teljesítményben nincs. De, teljesítményben, például nincs. azt a részét vesézzük ki, hogy azért furcsa módon ez egy pontozásos műfaj, ugye? Tehát azért azt Így gondolom, van, hogy, nem. hogy, hogy egy technikai sportban az ember a legritkább esetben hall ilyesmit, hogy tulajdonképpen nem a gyorsaság és nem az időeredmény dönt, hanem az, hogy, hogy milyen a, a, sor szépsége. Ez mennyire nehéz hozzászokni? Hát én is velem, hogy ez mit jelent, csak nyilván az ember nem autóban, hanem a saját testével kellett, mm. hát, hogy megfeleljen a bíró elvárásnak. Aki erre a műfajra adta a fejét, és most már olvasom ugye itt a e, iniciáitokat, hogy azért mind a nagyon régóta ebben a világban vágytatok, és jelen is vagytok most már nagyon régóta. E, ez mennyire szokatlan mondjuk az egyéb, egyéb technikai műfajokhoz képest, Zsolt? Hát nekem igazából nem volt annyira szokatlan, mert én mindig is szerettem az ilyen dolgokat, meg hogy régóta driftelek, mert én azért a egy kicsit később kezdte, én már így belerázódtam uh -huh, ebben. Uh -huh. Hozzá Én lehet ahhoz szokni, hogy azért egy, egy zsűri dönt arról, hogy amit bemutattam, annak ez. milyen az értéke? Nehézkes egyébként, egy picit ugye uh -huh. az, az azért jobban esik az embernek, hogyha látja azokat a számokat, amiről szó van, és akkor ugye tudja azt, hogy ő a legjobb, vagy De a lesz. második, vagy harmadik, ilyesmi. Objektívabbnak Objektív az. Dolog. igen, szóval hát ez ugye arról szól, hogy, hogy összeül négy-öt ember, néznek egy lelátóról, és akkor gondolnak egy dolgot, és uh -huh. lehet, hogy ezt mondjuk a az én hozzám tartozom nem így gondolja, és akkor ebből voltak már így problémák, de pedig mindig sikerült ezt megbeszélni. Hogyan történik ennek mondjuk a kielemzése? Az ember ugye kap egy pontértékelést, és akkor ezek után leül a csapattagokkal, és, vagy akár adott esetben a zsűri is, és átbeszéli, hogy mi miért, mi, ennyi vagy annyi, vagy hogyan lehetne jobban meggyőzni a zsűrit, hogy mi, mitől függen az, hogy egy-egy ilyen mozdulatnak a kivitelezésre mondjuk mennyire halad a tökéletes felé? Ez úgy szokott kinézni, hogy <coughs> mindig van egy eligazítás a versenyek előtt, és akkor ott beszéljük a, a pontozó bírókkal, hogy mi az elvárásuk. Aha. És akkor megpróbáljuk azt teljesíteni, vagy úgy teljesíteni, hogy, hogy ez jó legyen, minél szebb legyen, minél nagyobb legyen a szög, minél nagyobb legyen a tempó, és akkor nagyjából ez így szokott kinézni. Uh -huh. Milyen fizikai elvárást támaszt ez a pilótával szemben? Tehát itt ugye azért arról beszéltünk eddig, hogy minek kell, mit kell tudnia mondjuk a, a, a gépnek, ugye a járműnek, az autónak, de azért nyilván gondolom azért ezen túlmenően is van egyfajta elvárás felétek, mert mondjuk én beülnék egy ilyen autóba, nem valószínű, hogy gyönyörűen el tudnék vele pilótezni, <laughs> vagy akár egy bármilyen értékelhető manővert végig tudnék vinni. Tehát gondolom, hogy azért az embernek erre is edzenie kell. Hát igazából én erre nem szoktam, vagyis e, így kimondottam most ezért edzeni, nem, de azért képben kell lenni, mert egy, múltkor mértem 60 fok van az autóban belül, nekem elég hátul van a motor, tehát uh -huh. fűtött rendesen, azért az overában meg minden, az, az elég kemény egész nap ülni benne, de így e, vezetni nem olyan nehéz, mint hogy gondolná az ember, mert uh -huh. ugye könnyű a kormánya, meg mindene. Uh -huh. Az, az, egyébként mind múlik, hogy valaki mennyire juthat komoly sikerekre ebben a műfajban. Tehát itt most a személyes képességekre gondolok, kell egyfajta őrült megszállottság, egyfajta átlagon felüli bátorság azért, mert hát itt az egészen extrém helyzeteknek vagytok kitéve. Igen, hát ez úgy, úgy néz ki, hogy, hogy kell egy, egy bátorság, ugye kell az, hogy az ember el tudja képzelni azt, hogy ezt meg tudja csinálni. Szóval, amikor kilátogat valaki egy drift versenyre, és megnézi, hogy mi mit csinálunk, akkor ő neki az azt, hogy föl se tudja dolgozni, hogy ezt, ezt hogy lehet ilyet. Uh -huh. Én is így voltam ezzel egyébként. És akkor beültem egyszer egy ilyen autóba, kipróbáltam, és körülbelül egy fél nap után éreztem azt, hogy ez működhet, uh -huh. tudjuk csinálni össze kell szokni, uh -huh. és akkor ez működő dolog. Igen. Tehát tulajdonképpen azért nyilván ezek után, a próbálgatás ideje után az ember kezdi megérezni, hogy mi lenne a feladata, és hát nyilván minden, minden jobb az alatta lévő gép, annál, annál jobb lehet a, a végi fejlet is. Mit vártok most a Mária Pucsi fordulótól? Ugye tudjuk, hogy akkor nem lesz kész még, még ezek szerint az új autó. Igen, hát a kis mm, tartalékautó vállalok rajthoz. Én azt gondolom, azon is sokat változtattunk egyébként az utóbbi hetekben, Edzeni nem volt lehetőség különösebben, én azt remélem, hogy ez a konfiguráció, ez tudja a pályát. Én azt gondolom, én is tudom a pályát, szóval olyan, olyan nagy baj nem lehet belőle. Uh -huh. Zsolt? Hát én rengeteg készüléssel vagyok, úgyhogy nagyon sokat várok tőle. Nem szeretném, olyan a múltkor volt, ezt a rengeteg szerelést most én azt Megcsináltam versenyen kívül, uh -huh. rendbe raktuk teljesen az autót, úgyhogy innentől kezdve. Akkor te, te készen várod a hétvégét, Remélhetőleg a lehető legjobb formában. Akkor sok sikert kívánok ez a fordulóhoz is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. szépen.